2019 elején bejelentették, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Új sportfejlesztési pályázatának keretein belül és a város támogatásával a Bányai Júlia gimnáziumban egy új kosárlabda pálya épül. Még ebben az évben meg is kezdődnek a munkálatok, hiszen az alapkőletételre 2019. október 7-én hétfőn került sor. Kiknek kell külön köszönetet mondani, hogy ez a fejlesztés létrejöhet? Hát én elsősorban a szülőket szeretném kiemelni, akik ugye megkerestek, és abba kérték a segítségemet, hogy találjunk megoldást erre a problémára, úgyhogy őnekik szeretném megköszönni, hogy a szívén viselik az iskola és a gyermekeiknek a sorsát is olyan módon, hogy nem csak saját magukénak, hanem egy egész közösségnek, egy nagymúltú gimnáziumnak mélyítik tovább a jövőjét és a lehetőségeit. Egy 841 négyzetméter alapterületű csarnok épül a Bányai Júlia gimnázium udvarában. 661 négyzetméter sportpadló felülettel, két öltözővel és két szertárral. A beruházás a Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia sportfejlesztési pályázatának köszönhetően jön létre, melyhez a szükséges 30% önerőt Kecskemét önkormányzata biztosította. A sportcsarnok acélpillérei már állnak. A falváz beépítésének és a kiszolgáló épületrész koszorúinak betonacél szerelése még folyamatban van. Az új létesítményt egy éven belül átadják, így az iskola és az akadémia növendékei hamarosan használatba vehetik. Glettelik és festik a falakat, és az új csempék is lassan felkerülnek az öltözőkben. 841 négyzetméteren kell befejezni a munkákat decemberig. Jó ütemben épül a Bányai Júlia gimnázium udvarán az új tornacsarnok, amit ma Szemerei Népataki Klaudia polgármester, Szebrényi Gyula Tamás alpolgármester, Salasz László országgyűlési képviselő és Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabda Szövetség főtitkára is megtekinthetett. A tornacsarnok 430 millió forintos költségéből 30%-ot, azaz közel 130 millió forintot Kecskemét városa finanszírozott. Az iskolák és főleg a sportcsarnokok felújítása vagy építése a városi sportkoncepciónak is részét képezi. Jelenleg még az udvaron és a régi tornateremben zajlanak a testnevelés órák a Bányai Júlia gimnázium tanulói számára. Azonban pár hónapon belül birtokba vehetik a fiatalok a modern sportcsarnokot is. A 430 milliós beruházás 70%-át a Kosárlabda Akadémia TAO támogatása, 30%-át pedig Kecskemét költségvetése biztosítja. Minden sportfejlesztési pályázatunknál a Kosárlabda Akadémia arra törekszik, hogy ne csak a sportolók, a kosárlabdázók, hanem a diákok, a fiatalok és Kecskemét lakosa is élvezzék ennek a kiváló körülményeit. Úgyhogy itt is ezért született az ötlet a Bányai Júlia gimnázium sportcsarnoka. A Mercedes-Benz gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia hathatós közreműködésével és TAO támogatásának köszönhetően létrejövő fejlesztés során a sportcsarnokban 6 darab kosárlabda palánk és 3 darab röplabda pálya felfestés is lesz. Továbbá 2 öltöző és 2 szertár is helyet kap majd a létesítményben. Ez a sportcsarnok ez most 600 négyzetméteres, tehát háromszor akkora, mint az eddigi tornaterem az iskolának. Középen elválasztható, ebbe a sportcsarnokba egyszerre 2 osztálynak kényelmesen tudunk órát tartani, és még a régi tornatermünk is megmarad, tehát most már nem okoz majd gondot az. Rossz idő esetén sem okoz gondot, hogy 3 osztálynak tartsunk testnevelés órát. A tervek szerint decemberben indul el az átadási folyamat, és így januárban már a diákok is megtölthetik élettel a Bányai Júlia gimnázium új sportcsarnokát.